Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Szerbiában a december 17-i előrehozott parlamenti választást követően. Alekszandar Vučić köztársasági elnök bejelentette, mindenkivel leül egyeztetni a leendő kormányról, aki hajlandó tárgyalni vele, és aki tiszteletben tartja az ország alkotmányát és törvényeit. A tárgyalás sorozatot a nemzeti közösségek pártjaival kezdte. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke a hétvégén a közösségi médiában jelentette be, hogy kedden ül tárgyalóasztalhoz a köztársasági elnökkel, korábban pedig többször megismételte, hogy a VMS folytatná a koalíciós munkát az SHP-val. A magyar parlamentben elkezdődött a tavaszi ülésszak, ami a szokásokhoz híven a kormányfő napirend előtti felszólalásával vette kezdetét. Orbán Viktor megköszönte a leköszönő köztársasági elnök munkáját, és kijelentette, a lemondás helyes volt. Magyarországon a gyermekvédelem ügyében zéró tolerancia uralkodik. Orbán Viktor felkérte a képviselőket, hogy kezdjenek hozzá az új gyermekvédelmi törvény megalkotásának. A hatóságokat pedig arra kérte, hogy folytassák le a szükséges vizsgálatokat. Szabadka központjában mától lezártak három utcát. A Szabadkai Népszínház felújítási munkálataival párhuzamosan az épülethez vezető utcákat is rendbehozzák. A munkálatok a tervek szerint április 20-áig tartanak. A színház épület mögött húzódó Branislav Nosic utca van lezárva, illetve a Városi Könyvtár két oldalán a színházhoz vezető Rádics fivérek és Dusán cár utcák. Az utcákat sorompókkal zárták le, és csak az ott lakók hajthatnak be, illetve az üzletek bérlő. Megkezdte a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló kék kukák szétosztását a Szabadkai Köztisztasági és Parkosító Közvállalat, a Kér és a Harcosok Sorakozója helyi közösségek területén. A háztartások március 15-éig kapják meg a 120 literes kukákat, amelyek az újrahasznosítható szemét, a papírhulladék, az üveg, az üres konzervdobozok, az alumínium üdítős dobozok, valamint a textil hulladék gyűjtésére szolgál. Azok, akik nem tartózkodnak otthon, munkanapokon 9 és 14 óra között, és nem tudják átvenni a kék kukákat, a személyi igazolvány felmutatásával vehetik át a Szabadkai Köztisztasági Közvállalatban az Antun Bránko Simics utca 4-es szám alatt, munkanapokon 7 és 13 óra között. A szelektált hulladékot a vállalat havonta kétszer fogja elszállítani, első alkalommal március 20-án, majd pedig április 3-án. A szemét szállításért fizetendő havi összeg nem változik.